Ötödik esztendeje már, hogy a kórházban jótékonykodnak a Gyönki Gimnázium tanulói. A csomagokban kórházi ellátáshoz szükséges ruhanemük és tisztálkodószerek vannak. Néhány éve ők kerestek meg bennünket, hogy a diákok adományt gyűjtöttek, és úgy gondolták, hogy a Tolna megyei Balassa János kórház betegeinek ajánlanák ezt fel. Így kezdődött az első megkeresés, vagy az első találkozás. Ez egy nagyon sikeres gyűjtés volt a diákok részéről, és a pedagógusok ezt a kezdeményezést felkarolták, és évek óta most már adományokkal érkeznek karácsony előtt a kórházunkba. Az első csomagokat maguktól állították össze a gyerekek, már a kórház igényeit is figyelembe veszik a gyűjtés során. Nagyon boldog karácsony! Nagyon szépen köszönjük! A gyerekek ezúttal nem csak a betegekre gondoltak, hanem azokra a kórházi dolgozókra is, akik adományaik kezelésébe is részt vállalnak. A központi szociális munkás hálózatunk az, aki felméri az osztályok igényét, illetve a betegeknek az igényét. Ők azok, akik kapcsolatban vannak a rászoruló betegekkel, és ők döntik el, hogy kinek van erre szüksége, ők viszik, ők jutatják el az osztályokra. A kórház ezúttal rövid programot is szervezett a gyerekeknek, akik megismerkedhettek többek között a műtőblokkban zajló munkával.